Zimmermann János, Jókai Mór, Kossuth Lajos és Vasarikolos hercegprímás, Pápaváros jeles 19. századi díszpolgárai voltak. Róluk emlékezik meg művében a szerző. Én azt gondolom, hogy azok, akik Pápavárosért tettek, azok kaptak díszpolgári címet. Illő, hogy a mai nemzedék is ismerje őket, és tiszteljük őket. A természetes pusztulás vagy emberi rongálás miatt pótolni való fák száma jelenleg 70 a városban. A fatelepítést az Irinyi utcában kezdték a Városgondnokság munkatársai. A faállomány fajta és kor szerinti összesítése a városi fakataszter segíti a munkákat Pápán. Hárs, kőris, juhar, platán, vacilva, ezek a fajták kerülnek ki a közterületekre. Ladies and gentlemen, touch and go! Hölgyeim és uraim, színpadon a tetszett. A bázis repülőtéren állomásozó nemzetközi katonai erők parancsnoka Keith Boone konferálta fel a Touch and Go-t. A katonazenészek frontembere belecsapott a húrok közé, és már szólt is a rock. A zenekar tagjai hivatásos zenészek, akik az amerikai légierő kötelékébe tartoznak, és akik hivatásukat és szenvedélyüket kötik össze a zenekarban. Példaképként a Coldplay-t, a Kings of Leon-t és Michael Jackson-t is említette Jason Kelly. A repertoárban Jennifer Aniston volt kedvesének John Mayernek egyik slágere is elhangzott, és azoknak is kedvezett a zenekar, akik Amerika déli államából, Alabamából érkeztek Pápára szolgálatot teljesíteni. Volt már idegen nyelvi vetélkedő az előző tanévben is két alkalommal, az adventhez, illetve a tavaszhoz kötődően. Most a téma az országismeret volt. Megtudjuk, hogy ki mennyit tud angol, Angliáról és Németországról. S mindezt úgy, hogy játékos formában minél több információhoz jussanak a diákok. A vörösben is megfigyelhető, hogy az angol népszerűbb, mint a német. Csoportbontásban tanulják itt is a gyerekek az idegen nyelvet, általában kétszer annyi diák választja az angolt. A diákoknak volt képes és sportos totó, himnuszokkal is ismerkedtek, az egyik kedvenc állomás pedig a konyha volt, ahol hamburgert készítettek és ettek a tanulók. A vetélkedőre előzetes feladat is volt. Fényképeket kellett hoznunk Németországról, meg angol képeket kellett hoznunk például Londonról, és most az a feladat, hogy fel kell ragasztani a térképre.